A természetben több jelenség is utal a felmelegedés következtében a Duna-Tisza közén is megváltozott téli időjárásra. Ezek egyike, hogy az egyébként az alföldi tavaknál és réteken időszakosan tartózkodó, délfelé vonuló darvak még januárban is itt tartózkodnak nagy számban. A pusztaszeri tájvédelmi körzetben az elmúlt napokban mintegy 1000 darut figyeltek meg. A korábbi években ezek az északról érkező darvak ebben az időszakban már Afrika északi részén voltak. A darvak vonulási szokásának megváltozása nagy mértékben összefügg az időjárással, és főként azzal, hogy a fagymentes, de téli időszakban a kiskunságban is találnak táplálékot. A vonulási szokások megváltozásának megfigyelését azt tette lehetővé, hogy az utóbbi években elterjedt a madarak lábára helyezett színes gyűrűs jelölés. Ezzel a módszerrel a Skandináviában megjelölt fiókák itteni tartózkodását nagy teljesítményű teleszkópok segítségével több száz méterről is be lehet azonosítani a madarak befogása nélkül. A nemzetközi adatcsere alapján bebizonyosodott, hogy a szeptemberben Finnországból indult darvak közül jó néhány még itt tartózkodik.